balettelőadást is láthattak azok, akik ellátogattak a Harkányi gyógyfürdőbe. A kis művészek ugyanis gyereknap alkalmából mutatkoztak be. Ők a Harkányi Kitai Belpál általános iskola tanulói, egytől egyig mind, és alapfokú művészet oktatásban vesznek részt. A tanszakunk az klasszikus balett tanszak. Ők alapvetően balett előkészítőt tanulnak, illetve nagyobb évfolyamokban már balettet is, és modern képzés, modern táncképzést is, abban is részesülnek. Hogy kerültünk ide? Hát Harkányiként, Harkányi dolgozóként, Harkányi gyerekekkel foglalkozóként kerültünk ide a Harkányi gyereknapra. Van, amelyik új számunk, de van, ami repertoár darab. Az óvodások először voltak színpadon, ő nekik nagyon izgalmas volt ez a sok inger, és hogy a színpad méretéhez kellett jól alkalmazkodniuk, nem igazán ezt próbáltuk. Dzsungelkönyvének a szavakat keresek, Dzsungelkönyvéből a szavakat keresek című számra adták elő a kis táncukat. A következő évfolyamosok a Táncpedagógusok Országos Szövetségén harmadik helyet értek el a Csak könnyedén számukkal, a legnagyobb lányaim pedig országos döntős első helyezett és külön díjasok voltak ugyancsak itt a tanulmányi versenyen. Ezek mindig izgalmasak, már maga a színpadi produkció jelenléte és a felkészülés folyamata is, de nyilván az a legfontosabb számukra, vagy hát ők azt érzik leginkább, amikor magukénak érezhetik a táncot, és bele adhatnak mindent, vagy hogy ott kiélhetik magukat. Ezek az ilyen típusú fellépések a rutinszerzéshez járulnak hozzá, ahhoz, hogy tudjanak elkülönülni, és tudjanak koncentrálni és odafigyelni és alkalmazkodni az adott helyszínhez. A borongós idő miatt a fürdőn belül tartották meg a programokat. Ennek ellenére sikeres volt a rendezvény. Most már tudjuk a családosokat rossz időben is fogadni, úgyhogy be tudtunk költözni a gyerekvilágba. Nyilván nem olyan komfortos, mert nem bírtunk megfelelő méretű színpadot felrakni, de mégiscsak nem kellett elhalasztani a programokat, hanem valamilyen módon örömet tudtunk szerezni a gyerekeknek. A tegnapi városi gyereknapból úti csomaggal készültünk a gyerekeknek, amire egy harkányos nyakbalógó, egy szerbonacsoki és egy üdítő volt. Azt ma itt, ami ott nem fogyott el, oda tudtuk adni az ide érkező gyerekeknek. Én szoktam ide járni fürdeni, én azt látom, hogy most sokkal több gyerek van, mint egy átlag hétvégén szokott lenni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ebben a rossz időben is valamilyen szinten meglátogattak minket, és jól érzik magukat. A nap folyamán kinderdiszkóval, gyerekfoglalkoztatóval, légvárral várjuk a gyerekeket. Ezt a báb előadást már Pécsett az Éj és Gyula általános iskolában láthatták a kicsik. Szintén gyereknap alkalmából várták nem csak az intézmény tanulóit, hanem a kertvárosi gyermekeket is. Az Éj és Gyula alapítványunk pályázott a Bethlen Gábor alapkezelőhöz, és sikeres volt a pályázatunk. És úgy gondoltuk, hogy ez az értékeink és hagyományaink őrzése a való és a digitális világban, ebben az egyik igazán nagy érték és kincsünk a gyerekek, és ezért gondoltuk, hogy hagyományos gyereknapot fogunk tartani, ami nem csak az iskola gyerekeinek szól, hanem az egész Rózsadomb vagy kertvárosi lakosoknak terveztük. Az időjárás miatt nem tudjuk a szabadtéren tartani, hanem a tornateremben van, illetve az iskola épületében vannak a legkülönbözőbb helyen elhelyezve a rendezvény programjai. Mivel integrált iskola vagyunk és inkluzív iskola is, számukra nagyon fontos az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeket egyenlő eséllyel indítsuk az életbe, és ehhez minden feltételt megadunk nekik, akár a tanulásban, akár a szabadidő eltöltésében. Újabb helyszín, újabb gyereknapi forgatag. Ezek a felvételek már a Zsolnai negyedben készültek. Az esős idő miatt itt is kénytelenek voltak beltéren megtartani a programokat, de a gyerekeket ez egyáltalán nem zavarta. Ketten vannak, ott a nagyfiam, itt a nagyfiam, ott a kicsi. Hát sajnáltuk, hogy ilyen az idő, hogy elesett az eső, de hál' Istennek eljöttünk, és nem bántuk meg, mert itt azért bent is sok mindent lehet csinálni. Van kedvenc program esetleg? Ezt nagyon szeretik, ezt a játékvárat. Voltunk már az E78-as épületben is, ott mindenféle ugrálóvár van, kézműveskedés, úgyhogy nagyon, nagyon élveztek minden programot a fiúk.
Igazából voltunk kint délelőtt is, meg most délután kijöttünk a laborba, a játékterembe. De a kisebbik még csak 4 éves, és ő nagyon fél a Star Wars-októl, úgyhogy azért van így rám tapadva. De te, Zsombi, te is mondasz valamit? 6 és fél éves vagyok, és nem is félek egyáltalán a Star Wars-októl, akik itt vannak. Nagyon ügyes vagy, és melyik a kedvenc program? Mi tetszett a legjobban? A játékterem. Igen. Játékterem. Ugrálóvár, robotika, építőkockák és még számos érdekesség közül választhattak a gyerekek, sőt, olykor a Star Wars szereplői is felbukkantak. Bár Zsombi testvére nem szívesen találkozott velük, a bátrak akár együtt is táncolhattak R2D2-val.